búcsúi ünnepek, a templomok védőszentjeit köszöntik a hívek. Lámpás kerekezés és tűzugrás Szent Iván éjjelén. Második helyen kupákkal, érmekkel zárták az idényt a helyi labdarúgó csapatok. Ezek a JTV hírei, köszöntöm Önöket! Az egyházi és világi életben is megünneplik a búcsúkat az elkövetkező napokban. Több száz éves hagyomány, hogy a templomok védőszentjei előtt tisztelegnek ekkor a település lakói, nem csak misékkel, de búcsúkkal, vidámsággal is. Bár keresztelő Szent Jánost 24-én ünnepli az egyház, a Szent Jánosi hívek vasárnap délelőtt köszöntötték misével a templom védőszentjét. Szent Péteren hagyományosan Péter Pál napján ünneplik Péter apostolt. A Szent misét itt 29-én, szerda délelőtt 10 órakor tartják majd. A mulatság a sportpályán várta főként a legkisebbeket. Vásáros sátrak, ajándékok és persze az elmaradhatatlan játékok foglalták el a gyerekeket. Vasárnap körmenettel ünnepelték az Úrnapját, ami most egybeesett a búcsúval. Krisztus testének és vérének ünnepét szokás szerint virágdísszel és 4 stációt érintő körmenettel ünneplik Magyarországon. A biotermékek népszerűsítését, a tudatosabb, egészségesebb táplálkozás terjesztését tűzte ki célul az idén már 5. évébe lépő országos bionap. A több térségben is megrendezett eseménynek a nyugat-magyarországi régióban a Hanságligeti HIP üzem adott otthont. A Magyar Biokultúra Szövetség által szervezett rendezvényt a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Magyar Gazdák és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének képviselői is köszöntötték, kiemelve az ágazat szerepét az egészségmegőrzésben. Az érdeklődők megismerkedhettek a HIP biogazdasággal is, de igazi családi programként néptánccsoport, bemutatók, kézműves foglalkozások és bioalapanyagokból készített ebéd is várta a látogatókat. Remélhetőleg elűzték a betegséget és meghozták a szerencsét a Szent Iván éjszakáján összegyűlő János Somorjaiak. A Tititá néptánccsoport és a Társaskör kerékpáros klubja idén közösen rendezte a táncházzal és éjszakai lámpás biciklizéssel egybekötött ünnepséget. Először a hagyományőrző tűzugrás, majd a Tititá néptánc együttes táncháza mozgatta meg a Szent Iván éjszakáját ünneplőket pénteken este a Művelődési Ház udvarán. Szent Iván éjszakája a nap és a fény diadalának ünnepe, a tűzgyújtás pedig a termékenységet, a termés bőségét szimbolizálja. A néphagyomány szerint, aki átugorja a tüzet ezen az estén, sokáig megőrzi az egészségét, ha pedig párjával teszi ugyanezt, örökre együtt maradnak. Igazából Szent Iván éjjelen egy régi pogány szokásnak a továbbélése a keresztény hitvilágba is beépült ide is. Egy termékenységvarázslás, egy bőségvarázslás, egy egészségvarázslás, de igazából jókedv mulatság. A talpalávalót a Serény Magyarok névzenekar húzta, de persze a helyi nyugdíjas klub dalai sem maradtak el. Aztán később már szalonnasütésre használták a tüzet, igazi piknik hangulat alakult ki a parás körül. A Győrből érkezőknek is különleges élményt adott a rendezvény. Az egész családdal végre együtt tudtam lenni, mert egyébként ilyen napokon én mindig másfele vagyok, és együtt végre átugrottuk a tüzet, aminek van egy kicsit termékenységvarázslás és egyéb pogány hagyománnyal kapcsolatos története. Egy újabb szokással is kiegészült az ünnep. A Társaskör Egyesület kerékpáros klubja késő esti lámpás tekerésre invitálta a vállalkozó kedvűeket, körbekerekezve János Somorját. Régen nem biciklivel mentek az emberek, hanem a szokásból annyi igaz, hogy megkerülték a földeket fáklyákkal, és ez azt tartották, hogy amelyik részt megkerülik, ott jó lesz a termés. És a kártevőket is elűzik, és egészséget hoznak a településre. Hát mi ebből mindegyiket szeretnénk. A 3 éve felelevenített Szent Iványi mulatságot idén a Tititá tánccsoport a Társaskör Egyesülettel közösen szervezte meg. Mindkét szervezet számára fontos a hagyományok és a népi kultúra megőrzése. A több mint 50 résztvevőnek pedig éjjelig tartó mulatságot is jelentett az ünnep. Átadták az unió soros elnökségét Várbalogon is. A féléves soros uniós vezetést Magyarország után Lengyelország kapja meg júliustól. A nemzetközi ceremóniák mellett egy Várbalogon élő lengyel baráti társaság is rendezett egy jelképes átadó ünnepséget, ahol a település vezetőitől vették át az elnökséget. Énekeljük,
Lengyel és magyar nyelven egyszerre hangzott fel az Európai Unió himnusza szombaton kora este Várbalogon. A település vezetői a két nemzet összetartozását szimbolizáló műalkotást vehettek át a lengyel féltől, átadva ezzel az uniós elnökséget. A településen lakó lengyel művészetpártoló házaspár nagyszabású ünnepséggel és nemzetközi szinten is kiemelkedő kiállítással ünnepelt szombaton. Román és felesége Bozsena Bianco Bécsben éltek, több évvel ezelőtt találtak rá Várbalogra. Beleszerettek a település békéjébe és ide költöztek. Mára 5 épület áll portájukon, mindegyikben egy-egy művészeti galériát rendeztek be, és rendszeresen fogadják itt a bécsi vagy helyi barátokat. Nagyon örülünk, hogy jó szomszédokat, kedves embereket ismertünk meg itt Várbalogon, és ahányszor lengyel ismerőseink ide látogatnak, mindig a múltban gyökerező, jó barátságokra találnak itt Magyarországon, mondta el Román Bianco. A bécsi lengyel művészeti élet krémje megfordult már itt, minden évben egy nagy kiállítást szerveznek ide. Az idei ünnepségen 12 magyar és lengyel művész állított ki, köztük több lengyel híresség is elhozta alkotásait. Történelmi barátság él a magyar és a lengyel nemzet az emberek között. Ezért különlegesen nagy ünnep, hogy tőlük vesszük át a soros elnökséget. Ezt nagy öröm közösen megünnepelni, mondta el Georg Motelevics lengyel újságíró, aki régóta nagy szeretettel látogat Magyarországra, és évtizedek óta rendszeresen tudósít is hazájában a magyar eseményekről. Rádió dolgoztam. Azt csináljunk interjú, az László Tükös, az Romanország. De nem csak a lengyeleket vonz a település, a kiállítók között egy 5 kötetes finn írónő is megmutatta festményeit. Már az is fantasztikus, hogy ez az ünnepség létrejöhetett itt, a kapcsolatokon keresztül Európa egyre kisebb lesz, és szorosabbá fűzhetjük a barátságokat, hangsúlyozta a Bécsben élő írónő, aki évente több hónapot tölt el Várbalogi házában. A János Somorjai Glázer Kozma Edit egy megnyitó alatt festett képpel is bemutatkozott, magyar operettek, lengyel dalok, de a János Somorjai Rizikófaktor zenéje is felhangzott. A szervezők remélik, hogy sok hasonló eseményen keresztül sikerül minél szorosabb kapcsolatot kialakítani az itteniekkel. Így kívánjuk minden népnek boldog békés holnapot. Sok János Somorjai lapátolta a vizet a hétvégi Moson-Magyaróvári Voluta Fesztiválon. Nem csak a cégek, intézmények egységeiben rajtoltak el városunk lakói, de két János Somorjai üzem, az AMB és a Dr. Ötker csapata is sikerrel szerepelt a sárkányhajó versenyekben. A kétnapos vízi karnevált idén már 5. alkalommal rendezi meg a Moson-Magyaróvári Vízisport Egyesület. Nem csak dobokkal diktált ritmusú evezések szórakoztatták a népes közönséget, sok más program, esténként pedig koncertek várták a látogatókat a Mosoni Duna partján. Izgalommentessé tette a múlt vasárnapi utolsó fordulót a JSF felnőtt és U19-es labdarúgó csapata. A Koroncó elleni mérkőzések végeredményétől függetlenül a felnőttek ezüst, az ifisták pedig bajnoki aranyérmet ünnepelhettek a lelkes szurkolókkal együtt. Középre lehet tenni, Herceg. Szűcs várná, inkább egy lövés és benn van. A gólok helyett az érmeket és a kupákat kellett számolni vasárnap a JSE pályán. Az ifi csapat az utolsó meccsen mindenkinek megmutatta, miért nyerték meg plusz 126-os gólkülönbséggel a bajnokságot. Csak az első félidőben 4-et rámoltak be a Koroncónak. A meccs végére Szűcs Kristófból megyei gólkirály lett. Ő két társával, Eke Bálinttal és Herceg Olivérrel együtt összesen egy hián 100 gólt lőtt idén. A serdülőbe több gólt lőttem, ifibe azért nehezebb volt, mert idősebbek ellen játszottam. Volt a 24 éves, 20 évesek ellen, de úgy értékelem, hogy szerintem nagyszerű szezon volt. A csapat sikere több tréner közös munkája. Az elvem az volt, hogy próbáljuk meg játszani ezt a futballt, élvezzék a játékot a gyerekek, tehát ne görcsöljenek, és próbáljunk meg minél több gólt rúgni. Tehát ezzel tudtunk mi a mezőny fölé nőni tulajdonképpen. Ezt a tavaszt lehoztuk úgy, hogy egyetlen egy vereségünk volt Nyulon. A jó eredmény elsősorban a csapategységben gyökerezik. Szerintem mondhatnánk azt, hogy a tavalyi csapatot megfogta a sok hiányzó, tehát a kulcsposztokon több játékost is elveszítettünk. Így a csapatnak több mint az 50%-a a serdülőből jött fel, és még nem voltak hozzászokva ez a nagyobb iramhoz, de szerencsére idén mondhatni úgy, hogy beértek, és 100%-osan tudtak segíteni a csapatot, és nem lógtak ki, nem mondhattuk rájuk azt, hogy serdülők, hanem ők is teljes értékű ifisták voltak. A fiúk az egy éve a philadelphiai hajószerencsétlenségben elhunyt csapattársról, Prém Szabolcsról is megemlékeztek. Már is egy jó kiugratás, ékes, és egy gyönyörű löbbölés,
A felnőtt csapat annyit adott ki magából az utolsó fordulóban, ami a 2009. októberre óta tartó hazai veretlenség megőrzéséhez kellett. A Koroncó elleni 1-1-es döntetlen után emelhették magasba az ezüstéremért járó kupát, amit már hetekkel korábban bebiztosított a csapat. 12 ponttal előzte meg a harmadik Petőházát. Idei fegyvertény még a bajnok Győr Szemere itthoni legyőzése, ami után akár merészebb célokat is ki lehet tűzni. Kis rutinnal még talán még jobbak lehetünk, de mondom, ragyogó játékosokból, tehát az első játékostól a 16. vagy a 17. aki a keretben volt, mindegyik ragyogó futbolista, ragyogó sportember, tehát én mindenre képesnek tartom a csapatot. A mérkőzések szüneteiben az öreg fiúk vehették át a körzeti bajnokságért járó díjat, a serdülők pedig a körzeti első hely után a megyei ezüsttel gyarapították a város nemes fémkészleteit. A hét híreit látták, amiket bővebben olvashatnak a jtv.hu híroldalon. Nyári műsorrendünk szerint heti híradóval júliusban és augusztusban két hetente jelentkezünk, így legközelebb július 10-én várjuk Önöket hírműsorunkkal. A jtv.hu-n azonban továbbra is friss híreket olvashatnak, és videótárunkban is találhatnak majd újabb és újabb felvételeket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!